Az egészségügy szinte minden területén vannak kisebb-nagyobb problémák, az érdekképviselet szerint elsősorban a rendszer finanszírozását tekintve kellene sürgős lépéseket tenni. A kórházak adósságát többször is konszolidálta az állam, de több intézmény csak szoros költségvetési követés mellett tudja stabilan tartani az ellátást. A munkaerőhiány, az orvosok elvándorlása az egészségügy több területén is jellemző. Elsősorban arra lenne szükség, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, hogy az orvosoknak a fejében meg se forduljon az, hogy ki kelljen menni külföldre. Tehát olyan munkakörülményeket kellene teremteni, olyan fizetést kellene adni, ami miatt megéri itthon maradni. Mert hát, hogyha azt nézzük, azért Németország például, de más európai országok is gyakorlatilag a mai világban karnyújtásnyira vannak. Néhány órás autóúttal gyakorlatilag bárki Németországból már haza tud jönni, tehát távolságok már igazándiból nincsenek, viszont a fizetésekben pedig azért sokszoros különbségek vannak. A béremelés mellett a munkakörülmények javítását is kérik az érdekvédelmi szervezetek. A kórházaknak forrásbevonásokra van szüksége, az alapellátást pedig meg kell erősíteni. A Magyar Orvosi Kamara végzette egy olyan számítást, hogy éves szinten körülbelül olyan 150 milliárd forinttal kellene többet áldozni az egészségügyre. Ez nem csak a béreket jelenteni, hanem akár ilyen technikai fejlesztéseket is például. Tehát a kamara számításai szerint éves szinten egy olyan 150 milliárd forinttal már jelentős javulás lehetne elérni az egészségügy működésében. A letelepedési és praxisvásárlási programra is kevesen jelentkeztek. A tavaly az üres házi orvosi körzetek betöltésére indított praxisvásárlási támogatásra összesen 64 orvos szerződött az országban.